Minden korosztályból érkeztek nézők és fellépők is a szombati Magyar Nóta estre, ahol a közönség együtt énekelt a művészekkel. Évek óta hagyomány, hogy a szervező Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub Ezüstfény együttese is a fellépők között szerepel, csak úgy, mint az est szervezője, állandó fellépője, Kapi Gábor nótás kapitány. Igen, szombaton rendezte a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klubban messze van a kicsi falunk című szokásos magyar nóta műsort a Pest megyei Könyvtár Színház termében. Nagyon nagy várakozással álltunk elébe, és hál' Istennek nagyon jó visszhangja van. Gyakorlatilag teltházunk volt, nagyon jó volt a zenekarunk, a közönség kifogástalan, együtt élt végig az előadókkal. Az előadók is úgy távoztak, hogy ide bármikor szívesen eljönnek. Ha megjött előadók, hát először nézzük a lányokat, ugye Erdős Melinda, ő a operaház énekese, Csikós Márta, ő a filharmonikusoknak az énekese szintén, és az Újvári Maréka, ő pedig monokról, ő egy katolikus kántor, és hát közben különböző elismerései vannak, és kórus vezető, a férfiak pedig Kecskemértő Fejős Jenő, aki szintén nagy múlttal rendelkezik, és Dunaváros mellő Pentelérő pedig Rauf Pál. Szokás szerint a saját kis együttesünk, a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klubnak az Ezüstfény együttese, és minden egyes alkalommal szerepet kap. A zenekar pedig Nyári László és cigány zenekara volt, illetve a műsorvezetője pedig Pölös János, a Kecskeméti Katonos a színházból. Nagyon nagy előkészületet igényel természetesen, már most elkezdjük gyakorlatilag az őszit szervezni, tehát mindenképpen le kell szervezni, és meghívni az énekeseket. Próba sajnos az nem nagyon van, az csak itt van a lehetőség a műsor előtt egy másfél óra körülbelül, amikor az előadó és a zenészek egymásra találnak gyakorlatilag minden. Ugye egy hónap előtte majd elküldöm a zenekarnak is a teljes anyagot, mikor összeáll a teljes anyag, ők is tudnak gyakorolni, nyilván az énekesek otthon készülnek, és itt már gyakorlatilag csak az kell, hogy összeolvassuk, összemossuk az egészet, és hát hogy megbeszéljen a primással, hogy hol vannak kiállások, meg stb. Tehát különböző technikai megoldások, és hát így áll össze, egyébként pedig több hónapos előkészületet igényel természetesen. Több mint egy évtizedes hagyománya van a nótaestnek, ami egy klubhelyiségből nőtte ki magát nagy színpadi eseményé. Ez visszanyúlik még a 1990-es évek végére, 2000-es évek végére, amikor a helyőségi klubban Hazadi Zsuzsa néni, művésznő volt, sajnos már nincs köztünk, ő rendezett először műsorokat, annak idején Konci János ezredes úr volt ugye a helyőségi klubnak a parancsnoka és ő felkérésére. Ott ugye kis teremben, ott először csak ilyen asztalos megoldások voltak, közben lehetett fogyasztani és csörögtek ugye az emberek picikét, és amikor a Zsuzsa néni szegény kivált, akkor én mondtam, hogy rám gondol a Konci János, hogy én csináljam ezt tovább, mondtam, csak úgy tudom csinálni, hogyha színház jellegű dolgokat fogunk kialakítani. Ekkor csináltunk színpadot a helyőségi klubba, székeket beraktuk, számoztuk a székeket, fényt csináltunk a színpadra, és hát így indult el. Majd mikor a helyőségi klubot tőlünk elvették, nem tőlünk, hanem egyáltalán hogy a kormányhivatal oda költözött, akkor néhány év szünet volt, és azt követően kerültünk be ide a Pest megyei Könyvtár Színház termében, ahol ugye újra kellett minden gondolni, mert nyilván létszám is szinte dupla létszámot tudunk ugye leültetni, és hát nagy színpad, teljesen mások a körülmények, de most már ilyen szinten tartunk, és évente két alkalommal rendezzük ezeket a műsorokat, és hát sikerült hál' Istennek egy ilyen színvonalat elérni. Pont a Fejőseni, aki most a műsor része tagja volt, illetve fellépője volt, ő hallottam először azt, hogy mi most alapoztuk meg az őszi műsorunknak a nézőterét, tehát hogyha mi olyan színvonalat tudunk biztosítani a nézőknek, amire ezt szívesen fizetnek be, mert hisz ugye belépő díjas, szívesen fizetnek és eljönnek és megnézik, és még utána végén jól érzik magukat és boldogan mennek haza, akkor következő is eljönnek, és hát nyilván vannak mindig új jelenkezők, és nyilván vannak kiesők is, akik ugye betegségek esetleg elhalálozás miatt kiesnek, de vannak újak is, és hál' Istennek látunk fiatalokat is a nézőtéren, úgyhogy most is voltak olyanok, akik most voltak itt először. És hát ez ugye megy, és hogyha a színvonal megvan, akkor ennek megvan a gyümölcs, és megvan a következménye, mert átadják egymásnak, és valóban a másik is kíváncsi lesz rá, és kíváncsivá teszik, hogy hova járunk, és akkor eljön ő is, megnézi, és azt mondja, hogy igen, ide érdemes eljönni. Már most elkezdődtek az előkészületek az őszi nótaestre, amit október 7-én tartanak a Hamvas Béla Pest megyei Könyvtár Színház termében. Újra a magyar nóta, a cigány zene kerül majd a középpontba, hogy egy felejthetetlen délutánt töltsön együtt a közönség a fellépőkkel.